hogy a kedves közösségünket, az Arvilányi Kamarazenek a tanulversenyén. Mielőtt elkezdenék az első műsorszámot, szeretném megköszönni az együttes nevében Magyarok Világ Miklós úrnak, hogy lehetővé tette ezt a mai koncertet, illetve előtte a rávaló készülést. Sajnos a zenekarunknak nincsen állandó próbaterme, egy minden második kedden lehetőséget kaptunk arra, hogy itt próbáljunk, és ez nagyon nagy segítség, és ezúton szeretnék megköszönni önöknek, de pár nekik. Mai műsorral, hogyha megnézték a műsort, akkor láthatták, hogy barokk programmal készültünk, tűen ahhoz, hogy ugye alapvetően barokk zenekar vagyunk. A műsorunk első részében német barokk mesterek műveit hallják, a második részben pedig olaszokét. Gyakorlatilag négy mestertől öt mű hangzik majd el. A legelső egy Handel Obó verseny, ami valójában inkább Concerto Grosso. Miért mondom ezt? Azért, mert ugye a baroknak a fő műfaja a Concerto Grosso volt. Itt úgy, mint később a Vici klasszikusoknak a szimfónia vagy a valós négyes, tehát egy meghatározó műfaj. Miért volt ez? Szinte erre mutatta meg minden zeneszerző a tudásának a legjavát, legszínesebben itt bontakozhatott ki. Rengeteget lehetett benne rögtönözni, magába szívta, nagyon könnyen ez a műfaj. A sokféle karaktert, ötletet, fogától kezdve a népi zenéig. Tehát nagyon hálás volt, és a zeneszerzők valóban ezen csiszolták magukat. Handel élen járt ebben, és hát ugye kétfelé alakult aztán a Concerto Grosso, egyrészt megmaradt abban a keretben, amelyikben ugye néhány szólista, általában a szólamvezetők szólóznak, miközben a zenekar kíséri őket, illetve felvált a zenére. Aztán elindult egy másik ága is, amely inkább abba az irányba ment el, amit Vivaldi, Torelli, tehát Corelli képviselt, hogy legyen az, hogy csak kevesebb szólista lesz, vagy akár versenyműveket írjunk. Tulajdonképpen ez a mai, ez az obor verseny, amit mindjárt hallanak Handeltől. Ez egy kicsit átmenet a kettő között, formailag Concerto Grosso, de miután olyan sok benne az obor szóló, miután gondolhatjuk obor versenynek is. De miután négy tételes, a versenyművek meg csak három, ez is jelzi, hogy valahogy egy-egy határesetről van szó. Hát döntsék el önök, hogy melyiknek gondolják inkább. A szólista Hadadi László kíséri az Arvilányi Kamarazenekart. Jó estét kívánok! Mielőtt elkezdjük a darabot, szeretném tolmácsolni Hatolvány István Miklós Ádám elnök úrnak, aki a Magyarok Világszövetségének az elnöke a levelét, amit ma délben kaptam tőle, és most nem tudom szó szerint felolvasni technikai problémák miatt. Nagyon szeretettel üdvözli a közönséget, a zenekart. A zenekar a Magyarok Világszövetségének külföldi nyelven szólva rezidens zenekara, mert itt tartjuk a próbáinknak a jó részét. És Patrobány úr más szálon is kötődik hozzánk, ugyanis a zenekar alapítója az egy éve elhunyt Zsigmond Balassa Karnagy úr csíki származású, és Patrobány Miklós is Csík megyei származású székely. A másik összeköttetés az a zenekar igazgatónője, aki kolozsvári, és Patrobány úr jelenleg is Kolozsváron él. Nagyon sajnálja, hogy nem tud most itt lenni, mert már régebben elígérkezett a dr. Pócs Alfréddel egy a fény és a tűz ünnepe van most a VÜK-ben. Nekem is elvileg ott kellett volna lennem, de hát a zenekaromat nem hagyhattam itt. És sok szeretettel kíván sikert nekünk. És még egy dolgot a zenekar felé tolmácsolnék, hogy jövő év augusztusában, tehát 2024. augusztusában lesz a Magyarok 11. világkongresszusa itt ebben a házban, és kéri a zenekart, hogy egy koncerten lépjen fel a egész világ magyarságának a küldöttei előtt. Velünk az Isten, így búcsózott Patrobány Miklós Ádám, a Magyarok Világszövetségének elnöke. Köszönöm szépen! Thank you.
Thank you.
akkor azt kell mondjam, hogy a barokkban a szórakoztató műfaj ez a suite volt, ami nem más, mint táncos tételek egymás utánja, viszonylag szabad rendezett formában. Ebben több mester is nyilván élen járt, hát leginkább Johann Sebastian Bachot említhetnénk. Ugye partitákat írt, amit tánctételek sorozata, ezeket írt zongorára is. És 1731-ben, tehát már a Lipcsei korszakában készült a D-dur szvitje, amely hasonló még tánctételek sorozata. És egy tétel van, ami viszont nem táncos, és mégis nagyon népszerű lett, talán ez a tétel lett a legnépszerűbb, talán éppen ezért, ez a bizonyos R tétel, ami árját jelent, tehát nem levegőre kell itt gondolni. És hogy miért itt egyáltalán Bach is mondjuk táncokat, vagy ilyen tánc jellegű darabokat, sőt sorozatokat, arra leginkább az lehet a válasz, amit ő maga írt 1731-ben, tehát ugyanabban az évben, amikor a D-dur-szvit keletkezett, írt a zongora gyakorlatokat is, Klavierübungen első kötetét, és ott azt írta a cím alá, hogy felsorolta, milyen tételek szerepelnek benne, Menuet, Grabot, Szuszaraban, Csík, stb. Stb. És ezek a gáláns táncok azoknak, akik kedvelői mindezeknek a külülelküknek a gyönyörűségére komponáltam, ezt szépen Johann Sebastianba. Most viszont mi ezt az R-tételt szeretnénk eljátszani, ebből a bizonyos D-dur szvítből.
időt, meg a koncertorosokhoz, ezért ő is írt, mindes egyet. A legsikerültebb az Opus 6-os sorozata, mely az illetve az lehetett, hogy még korábban, 1703-ban elment Olaszországba, és találkozott Corellivel. És Corelli még 1680-ban írt egy sorozatot, szintén Opus 6-os sorozatot, amely olyan nagy hatása volt körülbelül 40-50 évig az európai zenekultúrára, hogy hatása, nagy hatása volt Handelre is, és hát ahogy szokott ilyenkor lenni, hát hazatérve ő is elkezdett koncertorosokat írni. És 1740-et írunk már, akkor elkezdődött ez a bizonyos Opus 6-os sorozata. Korábbi forrásokban tudjuk, hogy pont abban az évben mutatták be, illetve újították fel a Saul, Eszter és Izrael Egyiptomban című bibliai tári oratórium egy hangjában, és ezeknek az oratóriumoknak a szünetében, sőt a operájának a szüneteiben is ezekből az új koncertoklosszokból játszottak. 1740-ben jelent meg egyébként a Kotta formában, egy nyilván, hogy előtte is már játszották, nyilván az ő zenekara legalábbis. Most ebből a hatos sorozatból mi most az elsőt játsszuk el, az első koncertoklosszot, tehát az Opus 6 numero 1-eset, ez egy G-dur koncertoklosszó. A szólisták hegedűs, a két hegedűs Cserónyi Pontinó, név szerint ott ül itt Mezei Kármán és Kaposvári Tamás. Thank you.
Thank you.
ötlettel van tele, ez a mű egyébként, csak mondom, hogy a teljes sorozatot, tehát mind a 60 koncertot hosszút kelt, mindössze egy hónap alatt írta meg, hát egy óta remesszük olyan 21 napon kelt, úgyhogy ez ilyen méretarányos volt, tehát elképesztő gyorsággal dolgozott. Ez a 60 koncertot hosszút képzeljük el, hogy partitúra oldal szerint több száz oldal egy hónap alatt. Na most, Feri volt persze invencióval és ötlettel is sziporkázott, hát gondolom ezt lehetett hallani. Olyannyira, hogy ő pontosan azért hozott ez a Concerto Grosso, mint műfaj, mert kiélhette magát. Tudjuk, hogy Domenico Scarlatti korának a kortárs zeneszerzője, mindig amikor kiejtették Henry nevét, akkor mindig keresztet vetett, szóval annyira érezte, hogy itt bőrdöntői dolgokkal van dolgunk. Na most úgy élő, hogy akkor bemutassuk azt is, hogy mi itt lett a Henry, úgyhogy most azt a Corelli sorozatot idézzük, ami szintén Opus 6-os sorozat, amit hallhatott Olaszországban jár a Henry, és mondom, személyesen találkozott Corellivel. Úgyhogy ugyanennek a Opus 6-os sorozatnak egy már Corelli szerző, szintén az első darabját mutatjuk be, a szólisták ugyanazok Tóth Mezei Kálmán és Kaposvári Tamás.
Ilyen különleges és szájtestet vonós plusz fúvós kettős versenyeket, illetve több hangszerei versenyület is. Úgyhogy ez, ami most felcsendül, ez viszonylag ritkán hallható, úgyhogy fogadják szeretettel a két szólistát.
bemutatkozik ezt a kora estét, reméljük, hogy nem látták meg. Ja. És hogyha szeretnék esetleg a zenekarunkat, illetve a világkövetségét támogatni, akkor kérjük, hogy a bejáratnál az esetleges adományait befejezzék. Köszönöm szépen. További szép estét kívánok.